Hídépítésben partnerünk a Kútház Kft. Az építőanyagban partnerünk a Kvarc Ásvány Kft. A műsort támogatta a Hella ANR Árnyékolás Technika Kft. Műsorunk főtámogatója a 7016 antracit festékek gyártója a Festékbázis Zrt. A koronavírus járvány elleni védekezés a védőruhák gyártásában és ellátásában is rengeteg változást okozott. Számos olyan egyedi gyártású megoldást alkalmaznak, amelyek csökkentik a megbetegedés kockázatát. Számos olyan egyedi gyártású maszkot találhatunk most már a világpiacon, amik többször használhatóak, akár moshatóak is, és a védekezésben jelentős szerepet játszanak. Azoknál a munkaterületeknél, ahol a különböző vírusos vagy bakteriális fertőzés kockázata fennáll, az egyszer használatos védőruhákat kötelező biztosítani. Jellemzően egészségügyi dolgozók számára kell biztosítani a teljes körű védelmet, ezért az overallokat, arcvédőket, védőkesztyüket, légzésvédelmi termékeket az Európai Unióban és a világ összes országában a védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozók számára biztosították. Rendészet, illetve bűnügyi szervezetek is használják ezeket a egyszer használatos overallokat helyszínelések során. Az alapanyag hiány és a gyártási kapacitás csökkenése jellemző a védőfelszerelés gyártó, illetve ellátó területeken. És ez az árakban is szélsőségesen megmutatkozik. Számos olyan üzletági szereplő van, aki nem tudja biztosítani a megfelelő termékellátást, ezért nagyobb cégeknél, ahol előírások szerint kell biztosítani az egyéni védőeszközöket, a gyártást kell leállítani, illetve maga a gyártási termelési tevékenységet nem tudják folytatni. Az ellátásban rengeteg problémát okoz a bizonytalanság mellett, hogy a háztartásokban olyan védőeszközöket is elkezdtek használni, amelyeket eddig csak az ipari felhasználásban alkalmaztak. A műsor támogatója a Magyar Hőszivattyú Centrum Kft. Munkaruházatban támogatónk a Depient Plus Kft. Műsorunk támogatója a jövő otthonának kivitelezője, a Dolce Home. Partnerünk a Maxliner, a pick-up felszerelések forgalmazója. A környezetvédelemben partnerünk a CleanWay Kft. Illetve a Tiszta Út Alapítvány. A műsor támogatója a norvég elektromos fűtőpanelek forgalmazója, a Nobo.hu.